Szépen. Egy kicsit olyan fokszáros, hogy így fogja a kezembe ezért az állványat, teszem én imádkozni. Sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat ezen az estén. Öröm, hogy itt vagyok. Öröm, hogy itt vagyunk egy ilyen csapattal. És öröm, hogy egy olyan csapat, az önök csapata van itt jelen, akikkel együtt gondolkodunk. És azért vagyunk itt, hogy a jövőnkkel kapcsolatos gondolatainkat, terveinket, álmainkat megosszunk. Köszönöm. Minap, nemrég, az egyik politikus, pontosabban éppen az én megyei tanács elnök jelöltségre vállalkozó RMDSZ-es ellenfelem nyilatkozta azt, hogy ő rég készül erre a tisztségre, nem úgy, mint én, akit csak most találtak ki. Hát, erre azt tudom mondani, hogy a jópap holtig tanul, és a jópap tanulékony, és lám, most mondom, az első, vagy második, vagy harmadik ilyen politikai kampánybeszédemet, ezt is meg kell tanuljam, és meg kell mondjam őszintén, hogy nem igazán ez volt minden vágyam nekem most, hogy én karriert váltsak és politizáljak. De azt tudom mondani ennek a versenytársnak, hiszen csak ennek nevezhetem, akivel megméretkezünk, hogy vannak helyzetek, amikor bizony a szükség törvény volt. Volt olyan helyzet temetésen, hogy prédikáltam, és legszívesebben kivettem volna a megrészegedett gödörások kezéből a lapátot, és én kezdtem volna el lapátolni, mert nem tudták végezni a dolgokat. Én is már rég készülök, azt kell mondjam erre a politikai szerepvállalásra, hiszen 18 éve tehetetlenül nézem, mint egy néző, zsörtölődve, morfondírozva, elégedetlenkedve azt, ami történik velünk. És most, amikor megnyílt a történelmi lehetőség arra, hogy tegyek is, úgy éreztem, hogy nem bújhatok az ujjam mögé. Úgy éreztem, hogy vállalnom kell. Vállalom ezt a kihívást, lelkiismeretem szerint őszintén, és azért is vállalom, mert én úgy érzem, hogy ebben az elmúlt 18 esztendőben nem csak a javainkat vették el, nem csak ezt a szeszgyárat zárták be, nem a csavargyárat privatizálták el, nem a szépmezői 500 hektárat sinkofálták, a vissza nem adott területeket, hanem a leglényegesebbet lopták el tőlünk, a reményt lopták el tőlünk. A reményt lopták el, hogy ott legyünk megalázva, és higgyük el, hogy ez így kell legyen. Higgyük el, hogy a forradalmak csak egy éjszakát tartanak, egy hetet, amik székbe ülnek emberek, hogy kimondhassák, hogy három szék mindenek felett, három, amelyikre rá lehet ülni, és aztán újból megy minden előről, kezdődik előről, és az emberi csalódás, az embert végül apátiába és tehetetlenségbe kényszeríti, és nem tesz semmit. A reményt lopták el, és azért állok én most itt önök előtt, és azért vállaltam én ezt fel, és mondhatják, hogy nem ért hozzá, papol, nem tudja a gazdasági dolgokat, mit ért a közigazgatáshoz, nem vágy szűrű, Európai Unió, ez az. Igen, értem azt, ami a legfontosabb. Azt, hogy őszintén, kőkeményen, sziklaszilárdan kiálljak és vállaljam ember előtt és Isten előtt azt, amit vállalnunk kell. Értek ahhoz, hogy higgyem és elhitessem, hogy van értelme ennek a küzdelemnek. Hogy igenis, a választás szabadsága az nem bűn. Miként elhitették velünk most 18 év alatt, hogy egységben az erő, egységben mindegyütt kell lenni, amíg mi a zsebeiteket kiszedjük. Mind arra nézzetek, és itt a piros, hol a piros, mi szépen kiüresítjük a zsebeiteket. Ez az egység, ugye? Ez az egység. Az az egység, amelyben mi mind ünnepeltek vagyunk, és mind a három székben egy fenékkel ülünk, az az ünnep, az az egység. Az nem egység, amikor megmérettkezik tisztességesen a jó szándék. Amikor igenis versenyhelyzet van, amikor a demokrácia valós értékei szerint választani lehet, amikor egymás tetteit megmérik a versenytársak, a jó értelembe vett versenytársak, nem ellenfelek, nem ellenségek, akik egymást inspirálják. A falusi ember tudja, hogy egy malac nem eszik jól, hogyha csak ott van egyedül a bár. Kettő már versenyhelyzetben van, és jól eszik. Ez a valóság, és ez, ami adja azt, hogy nem bűn megmérettkezni. Nem a megosztás ódiuma ez,
Aki ezt mondja, az rosszabb Horn Gyulánál, aki a kommunizmus idején létrehozta Magyarországon a kerekasztalt, a párbeszéd lehetőségét és megteremtette a több párt rendszert. Manapság itt, az erdélyi magyar politikumban egyesek még mindig kikényszerítősdit játszanak, és azt mondják, hogy ők az egyedüliek. Csak ők tudják az igazat, ők osztják az észt, és ők képviselnek mindenben, minden székben és minden helyzetben. Ez változott meg, kedves barátaim, kedves uzoniak. Ez az új lehetőség, ezt fel kell nőni. Tudom, hogy fel kell nőni. Tudom, hogy ott van, hogy vajon, jaj, mi lesz? Hát Istenem, megoszlik. Győzünk-e, vesztünk-e, mi lesz az erdélyi magyarsággal? Én azt mondom, hogy hittel merem állítani, és ezért vállaltam fel papként ezt, hogy az erdélyi magyar közélet csak egészségesebb lesz azáltal, hogy versenyhelyzet van. Az egypártrendszer az angyalokat is eltorzítja. Mert 18 évig ugyanabban a székben ülve összenőnek az emberek a székkel, és bikfából lesz az agyuk is, a szék anyagából. Ezért hiszem azt, hogy szükség van erre a helyzetre, erre a versenyre. Hiszem azt, hogy a tulipán, látták, a kertet megnézték, tepsett, kinyílott, elvirágzott, nincs erőben, nagyon szépen indult ezelőtt 2-3 héttel, elvirágzott. És nézem a fenyőt, szép, üde, zöld hajtások vannak. És a jövő van benne. És azt is nézem a fenyőnél, hogy ott láthatatlanul ott van mélyen az a gyökér, amely táplálja, az a gyökér, amely itt van alattunk, amellyel éltek bennünket a múlt, az a felelősség, amellyel kell vállalnunk a múltat, a jövőjét. És látják, olyan, mint egy spirál a jövő felé mutat, felfele mutat, és a jövő lehetősége is benne van. Ez szimbolikusan arról beszél, ami a lényeg. A hitről, a múltból táplálkozó hitből, amelyen vállalni kell a jelenet. És ezért vitatkozom azokkal, akik azt mondták, hát igen, autonómia, de előbb gazdaságilag fel kéne nőnie. Ismerős ez, igaz? Ismerős ez a szöveg. Például a családokban lehet hallani azt, hogy előbb fel kéne építeni ezt a házat, még egy szobát hozzá oldani, hát egy autót is kéne venni, és majd azután majd gyermek lesz, igaz? Aztán, hogy 50 évesen azt mondják, hámál minden, hámál hova? És így marad el a lehetőség. Aki mer, aki vállal, az tud csak hittel eredményt elérni. Az autonómiánál is. Előbb meg kell álmodni a célt. Kezdetben vala az ige, és azután lett minden, ami lett. Ez bibliai igazság, Isten igazság. Előbb minden bennünk, a lelkünkben, a hitünkben születik meg. És minden azáltal lesz, ami bennünk, a hitünk által, a képzelő erőnkben megvalósul. Eltartottak vagyunk, ahogy mondja Fazakas Tibi barátom, ahogy mondják, idézi persze azokat, akik ezt a kicsi hitűséget próbálták belénk súlykolni, hogy ne merjünk nagyok lenni, ismerős, túlfelől is, legyünk kicsik, merjünk kicsik lenni. Arra szolgassunk. Miért álmodjunk nagyot? Miért mondjuk ki azt, hogy igenis, mi tartunk el másokat? Igenis, tudunk dolgozni, erőnk van, hitünk van, lelkesedésünk van, munkaerkölcsünk van. Nem eltartottak vagyunk, nem bénák, nem handikapáltak vagyunk, idézőjelben, hogy mondjam ezt. Hanem álmodni és tervezni tudók vagyunk, és hiszem azt, hogy előre való a meggyőződés, a hit, az a szellemi valóság, az a haza a magasban, amely aztán megteremti a valóságost, az anyagit, a megtapintható. Ha van hitünk, akkor megtaláljuk a gazdasági eszközöket. Ha van egy vektor, egy cél, hogy akarunk, merünk, szeretnénk lenni, át akarjuk adni ezt a földet az unokáinknak, nem akarjuk a brassójaknak minden adni, utolsó vassal, legyünk egy ócska rozsdás autót belőle, mert egyébre nem futja. Mit mond nagyapánk ott a sírjában? Mit mond, hogy a jussunk utolsó darabjait váltjuk apró pénzre, és a talajt adjuk el?